Csütörtök délelőtt jártunk kint a kalocsai temetőben. A felvételeken jól látható, hogy még csak pár látogató volt, ők is inkább csupán a sírokat tették rendbe a hétvégére. Dr. Fülvi Géza, a Kalocsa város polgármestere, dr. Jéri Tamással, a Vagyonhasznosító Kft. Ügyvezető igazgatójával járta be a területet a Mindszentek és Halottak napjához közeledve a hét közepén. A közösségi oldalán olvasható mindenről a bejegyzése, melyben külön megköszöni a lakosoknak, hogy szinte minden sírhely szépen ápolt és gondozott. Felvételünk is azt mutatja, hogy nagyon szép, rendezett temető várja a családtagokat e bensőséges ünnepen. Dr. Fülvi Géza megnézte a napokban elkészült új urna sétányt is, és mint olvasható, az itt található helyekre akkora a lakossági igény, hogy egy újabb kialakításán kell majd gondolkodnia a városnak. A sétány munkálatait már korábban elkezdték, viszont most arra sikerült befejezni. Annak költségeit a Kalocsai Vagyonhasznosítás és Könyvvezető Nonprofit Kft. Önerőből finanszírozta. A városvezető a kápolna mellett sem tudott elmenni szó nélkül, ami évről évre egyre méltatlanabb állapotban van. Sajnos a képeken is látszik, mennyire sürgető annak a rendbetétele. Természetesen foglalkoznak a problémával, terveket készítenek, és a pályázati lehetőségeket kihasználva igyekeznek azon dolgozni, hogy mielőbb újra méltó állapotba kerüljön temetőnk központi eleme. A temető rendbetétele felújítása során régi hiányosság került pótlásra, illetve mobil illemhelyiségek kerültek kihelyezésre több pontján is. A temető nyitva tartása is módosult 2021. október 29-től november 2-ig, reggel 7 órától este 9 óráig lesz látogatható.